Dr. Zsákai Zsolttal beszélgetünk el együtt itt Balatonparton, Balatonkenesén. Foglalkozását tekintve orvos, szívspecialista. Hogy kerül a szívspecialista Balatonkenesére? Balatonkenesén volt üdülünk, és itt lettük észre, hogy hozzá tudunk jutni ehhez a 2 hektáros kerthez, ami 100 méteres vízparttal rendelkezik, és úgy gondoltuk, hogy itt egy megfelelő vitorlás kikötőt és szállodát tudunk kialakítani, ami egészséges életmódra nevel. Na most, ami az érdekes, mindenhol ma Magyarországon nagyon luxusházat csinálnak, miközben egyáltalán nem törődnek ezek a tulajdonosok azzal, hogyan teszik tönkre a környezetüket, hogyan rombolnak le mindent a szeméttel, a füsttel, amit okoznak, hogy ezzel mennyi embernek kárt okoznak. De pont fordítva gondolkoztál, még akkor is, ha nem marad már pénz a luxusra. Igen, hát mi arra törekedtünk, hogy egyrészt gazdaságos, másrészt egészségesebb maradjon a környezet, ezért vezettük be a napkollektoros és a hőszivattyús hűtés és hűtési rendszert. Ez úgy egészséges életmódra nevel, mint gazdaságos is. Mi kellene ahhoz, hogy az emberek gondolkodását átalakítsuk, és ne csak a csillogással foglalkozzanak, hanem az alapokkal foglalkozzanak? Hát ez időkérdés, előbb-utóbb azt hiszem, erre rákényszerülnek az emberek, a társadalom, mert az energiahordozóknak a csökkentése és a természetes környezetnek a fogyása, tönkremenete olyan rohamos, hogy előbb-utóbb itt döntő változásra lesz szükség, erre rájönnek az emberek talán maguktól is. Itt nagyon érdekes volt minden. Napkollektorokból olyan sok van a tetőn, hogy a 40 szobát ellátja egész nyáron, sőt még télen is. Hőszivattyú, az viszont épp hogy befért a hőközpontba. Igen, hát nem tudtam az elején, hogy ez egy ekkora bonyolult szerkezet és technikai háttérrel jár. Ez egy kicsit kisebb lett az a terem, amit szántam rá. Most már nagyobbot kellene. Az a hír járja rólad, hogy nagyon-nagyon-nagyon megnézed, hogy mire adsz egy fillért is. Még itt a környéken is azt mondják, hogy Zsákai doktor az bizony jól megnézi, hogy mire fizet. És végül is úgy döntöttél, hogy napkollektorra és hőszivattyúra költesz. Tehát úgy érzed akkor, hogy ez megtérül és jó beruházás. Én nagyon remélem, hogy jó beruházás. Természetesen nagyon megnézem, mert pénzből sosincs elég senkinek, de ez egy olyan beruházásnak érzem, ami megtérül is. Most nem utolsó sorban az is érdekes, hogy meseszép helyen vagyunk. Balatonkenesén, a vízparton, a Marinaport mellett. Ez egy másik marina szálló. Mi is a neve? Hotel Keneseport a neve. Egy 2 hektáros parkba helyezkedik el, közel 100 méteres vízparttal, most épülő vitorláskikötővel rendelkezik. Most épül épp a vitorláskikötő, tehát perceken belül itt gyakorlatilag minden olyan meg lehet találni, ami az emberek nyugalmát, biztonságát jelenti. Nem csak az, hogy hajók vannak ugye a saját kikötőben, szép szobák, de nem utolsó sorban orvosok vannak a háttérben. Igen, hát gyakorlatilag bennünk van az, hogy szeretnénk olyan környezetet és természetes energiaellátást biztosítani, amely az emberek egészségét és kellemes, jó közérzet és pihenését szolgálja. Azt hiszem Balaton körül nincs is ennél nagyobb rendszer, ugye? Nem tudok róla, de gondolom, hogy ez a jövő, és remélem, hogy egyre több lesz. Most ami még érdekes, hogy mikortól lesz nyitva, tehát a látogatók mikor jöhetnek, vagy esetleg van egy olyan telefonszám, e-mail cím, amit meg tudnánk mutatni, hogy ott lehet jelentkezni, ott lehet szobát lefoglalni. Mi most fogunk csinálni itt egy ilyen hőszivattyú oktatás előadás sorozatot, ahol majd szeretettel meghívunk majd ide építészeket, épületgépészeket, mert ez egy csoda nagy rendszer, amit elkészülsz. Nagyjából én ugyan tudom, hogy mi az, ami elkészült. El tudod mondani a paramétereket? Hát pontosan fejből nehéz elmondani, itt 40 szoba van, ezekben mindegyikben fenkol, hűtés, fűtés lett beszerelve, 72 négyzetméter napkollektor van a lapos tetőn föltéve, ami ellátja a szállodának a melegvízellátását, hát főleg a napos időben, a borús időben a hőszivattyú látja a használati melegvízre és a szállodát, ugyancsak a fűtését és a hűtését. Itt a hőszivattyú úgy lett betéve az épületbe, hogy ez egy egyszerű épületgépészmérnök az fel sem fogja. Talán egy gombostűt se lehet betenni a hőközpontba, ugye?
Igen, a főközpont kicsit, de hát ügyesen beleszerelve, és minden elfért azért benne. Most már talán egy kicsit nagyobb szobát szánnék erre. Egész nyáron mentek a napkollektorok. Volt probléma, hogy nem volt elég a melegvíz? Nem, gyakorlatilag ellett a szállodát, ez a 72 négyzetméter. És ez a sok-sok dolog, amivel már foglalkozol, a szálloda, orvostudomány, hőszivattyú, napkollektor, melyik az a terület, amire azt mondta, hogy jaj, de jó, hogy csinálhatom? Hát én legszélesebben sportolok. Hát ezt javasoljuk mindenkinek, hogy akkor sportoljon.